A művelődési központ és a zsinagóga mellett idén új helyszínnel bővül a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja. Előbbi két helyen a versenyprogramban szereplő előadásokat láthatja a nagyérdemű, míg a Refi színpad a populárisabb bemutatóknak ad otthont. A repertoár és a műfaji skála idén is színes, összesen 25 produkciót láthat majd a közönség. A három nővért, a Szálak a kukafészkére, a Káoszt, ezeket az előadásokat mindenképpen szeretettel ajánlanám azoknak az embereknek, akik a színháznak a szakmai részéről a kicsit vágyt fülűebbeknek szóló előadásokra vágynak, illetve hát a szórakoztató a populáris előadások közül a Hamlirt, az Omega című előadást, illetve a Nagy Sándor által fényezett játékszíni előadást is felhívnám a figyelmüket, valamint a Tanulmány a nőkről című produkciót, amit Gubik Petra főszereplésével mutatunk be. Az idei 34. alkalommal megrendezett fesztivál díszvendége a Zentai Magyar Kamaraszínház. A társulat három előadással érkezik Kisvárdára. A Soproni Petőfi Színházzal közösen színre vitt Ördöngölő Józsiás című Tamási Áron darab mellett versenyben lesz még a Fogadós nő, Mészáros Tibor Víg Abszurd Goldóni rendezése. Versenyen kívül pedig az Alessandro Baricco Novocento című kisregényéből készült monodrámát láthatja a közönség. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 14 év, amióta létezik a Zentai Magyar Kamara Színház, az készítette elő azt, hogy az idén meg legyünk hívva, mint díszvendég, ennek nagyon örülünk, és nagyon nagy dolog ez számunkra. Ezeken az előadásokon kívül még egy kiállítást is viszünk magunkkal. Viszünk magunkkal az elmúlt 10 év plakátjait, tehát a plakátjainkból van egy kiállításunk, és természetesen még ugyanannyi, még egy 30 képet is viszünk magunkkal az elmúlt évek előadásaiból, hogy egy kicsit jobban megismerjék a színészeinket és a produkcióinkat. A szakmai munkába idén is bekapcsolódhatnak a színház rajongók. Délelőttönként ugyanis az előző napi bemutatók elemzésén keresztül a társulatok munkájába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A 25 előadás közül 14 szerepel a versenyprogramban. Az eseményt záró gálán mintegy 6 millió forint értékű nyereményt osztanak majd ki az ítészek. Többek között a legjobb előadás, legjobb rendezés, legjobb női és férfi főszereplő, valamint mellékszereplők is kapnak elismerést.